Süt a nap, kék az ég, csicseregnek a madarak. Nem is lehetne szebb nap egy kis kertészkedéshez? Gondolta magában Balkonelli, mikor kilépett takaros kis balkonjára. Halihó, kisfiúkáim! Szia, Balkonelli! Ma nagyon sok dolgunk lesz. Itt az ideje, hogy a tavaszi virághagymákat eltegyük télire pihenni. Pihenni! A virághagymák is asszanak! Bizonyám! Nem szabad megfeledkeznünk a tavaszi virághagymákról. Tavasszal ezeknek a növényeknek a levelei elszáradnak, most elkezdenek sárgulni és barnulni. Nézzétek csak! A külső, elszáradt rétegeket leszedem, újságpapírba csomagolom őket. Keresek egy száraz, hűvös helyet, és leteszem őket pihenni egészen szeptemberig, majd utána ismét előveszem, hogy tavasszal újra pompázhassanak. És most ez így üresen marad? Nem. Itt az ideje, hogy elültessem a kelbimbó magokat. Fogom a kis kapámat, és csinálok egy vájatot. Ebbe elszórom a magokat, ráhúzom a földet, meglocsolom. Most már nincsen más hátra, mint hogy megvárjam, hogy kicsirázzanak. Amint palánta lesz belőlük, mehetnek is a konyhakertbe. Palánta, jaj, de jó! Szeretjük a kelbimbót! Csivitelték a kicsik, miközben Balkonelli már előre elképzelte, milyen finom ételeket készít majd az ízletes zöldségből. Kissé megéheztem. Jól fog esni egy finom ebéd. Mára már amúgy is végeztem. Azzal megsimogatta kis barátai buksiját, végignézett szeretett kis erkélyén, és már is az járt a fejében, hogy mit ültessen legközelebb. Mert ültetni bizony nagyon klassz.